Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Új piacokat keresnek, komoly igény mutatkozik a szexárdi borok iránt Brazíliában. Kafetéria, a szakszervezetek a rendszer átgondolását követelik. Településfejlesztés, 500 millió forintból javíthatják az életminőséget Gerjenben. Magyar Tudomány ünnepe, Tolna megye érdekességeiről tartottak előadást a múzeológusok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Komoly igény mutatkozik Brazíliában a Tolna megyei borok iránt, ezért ez a termék lehet a két földrajzi hely közötti legfontosabb gazdasági kapcsolódási pont. Ez derült ki azon a találkozón, amin Brazíliából érkezett gazdasági szakemberek és a Tolna megyei önkormányzat képviselői vettek részt. Szexárdot választották magyarországi útjuk első állomásaként a Brazíliából érkező delegáció tagjai. A gazdasági szakemberek hétfőn érkeztek meg a városba. Az első benyomásaink Magyarországot illetően nagyon pozitívak. A többnapos ittlétünk célja, hogy gazdasági kapcsolódási pontokat próbáljunk keresni Brazília és Tolna megye települései vállalkozói között. Mi elsősorban a mezőgazdaság terén látunk reális esélyt az együttműködésre. E téren olyannyira bizakodóak vagyunk, hogy már most biztos, hogy hamarosan újabb delegációt küldünk ide Tolna megyébe, hogy tárgyalásokat folytassanak a gazdaság itteni szereplőivel, mondta a dél-amerikai delegáció vezető. A brazil szakembereket a Tolna megyei önkormányzat látja vendégül. A házigazdák és a delegáció tagjai a többnapos program során a látogatók előzetes igényeit szem előtt tartva, főként borászatokat keresnek fel. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke úgy véli, ez a termék az, ami igazán vonzóvá teheti a régiót a nemzetközi piacon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a tárgyalásnak az eredménye. Elsősorban Tolna megye általában érdekli őket, Tolna megye gazdagsága, mezőgazdaság, az itt élő embereknek az élete, kultúrája. A Brazíliából érkezett szakemberek most közel egy hetet töltenek el Tolna megyében. Kegytárgyakat és mécseseket lopott a Nagymányoki temetőből egy férfi. A nála végzett házkutatás során a rendőrök 56 különféle díszt találtak, amiket lefoglaltak. A hatóság most sértetteket keres, akiké a tárgyak eredetileg voltak, hogy visszaadhassák azokat. A bonyhádi rendőrkapitányság kéri, hogy akinek a sérelmére ilyen jellegű bűncselekményt követtek el, jelentkezzen személyesen, vagy hívja a 74-550-951-es számot. Ha a jövő évi adótörvényt nem módosítják, a dolgozók bevételei akár 30 000 forinttal is eshetnek havonta, mondják a szakszervezeti vezetők. Az érdekképviseletek tüntetést szerveznek, mert azt mondják, nem hallgatja meg őket a kormány. Fischer Sándor, az iparkamara Tolna megyei elnöke úgy véli, meg kéne tartani a kafetéria rendszert, mert ez mind a munkaadók, mind a munkavállalók érdeke. A legtöbb kafetéria elemre eddig 0%-os adókulcs volt érvényes. Ezen változtatna a kormány új rendelet tervezete. Ennek következtében a munkáltató a lehető legkorrektebben jár a dolgozójával, és ugyanakkor a költségösszeggel növeli a bérét, mint amennyit eddig béren kívüli juttatásként adott, akkor a munkavállaló végeredményben havonta 30 000 forinttal kevesebb elkölthető forinthoz jut, vélik a szakszervezetek. Lőnész László, a Paksi Atomerőmű dolgozóinak szakszervezetének elnöke kiemelte, a kormányzat eddig nem vette figyelembe a különböző állásfoglalásokban foglaltakat annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium is jelezte a béren kívüli juttatások adózásainak változásával kapcsolatos fenntartásait. Ha csak annyit mondunk, hogy 33,5%-ot veszít mindenki a béren kívüli juttatásából, ez kellőképpen fölbosszan mindenkit. Tukacs Imre, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei elnöke úgy fogalmazott, fontos volna, hogy a kormányzat minden szakszervezeti tömödülés érveit meghallgatva alakítsa ki álláspontját. Megerősítette, jelentős bérkieséshez vezet, ha a jelenlegi tervezet lép életbe. Azt szeretnénk elérni, hogy a kormány ebben az esetben a 2019-es már elfogadott adótörvényben foglalt kafetéria változásokból táncoljon vissza, illetve tárgyaljon, hogy a legfontosabb elemek megmaradjon a kedvező adózásnak. Fischer Sándor, a kereskedelmi és iparkamara Tolna megyei elnöke úgy véli, a legfőbb probléma, hogy a kafetéria rendszer nem minden munkavállalót érint, hiszen a nagy, elsősorban külföldi tulajdonú cégek sok esetben még az 5 millió forintos lakástámogatást is biztosítani tudják,
miközben a kis vállalkozásokban a dolgozók semmiféle bérenkívüli hozzájárulásban nem részesülhetnek. A megoldás szerintem az volna, hogy mind a munkaadók, mind a munkavállalók járjanak jól, az adós járulék terheket ezben a kafeteriában nem emelni, hanem megmaradni, és elérni azt, hogy valójában minden dolgozó valamilyen mértékű kafeteriában részesüljön, mert azért láthatóan ez olyan juttatás, amelyben kevesebb az adó és a járulék teher, és hát a vállalkozók szívesen adnak bért, meg egyéb juttatásokat is, ha az adó és a járulék teher csökkenne. Tehát el kéne ezt érni most már. A szakszervezetek tüntetést szerveznek a kafetéria rendszer újragondolása érdekében. Minőségben és életszínvonalban is előrelép Gerjen a közeljövőben. Három nagyon fontos fejlesztés valósul meg a településen, mint egy 500 milliárd forintnyi top forrásból. Nem sokáig napozhatnak a cicák ezen a gazos területen Gerjenben. Az általános iskola melletti telken ugyanis hamarosan közel 400 millió forintból egy új kétcsoportos óvoda és bölcsöde épül majd topforrásból. Nagy szükség van rá, mondja a polgármester, egyre több gyerek jár óvodába. Nem üt majd el az óvoda modern épülete az iskolájétól. A jelenleg igen rossz állapotú épület ugyanis szintén megújul, így a málló vakolata, rossz állapotú nyílászárok hamarosan a múlté lesznek. A másik beruházás az egy közel 50 millió forintos támogatást érint, iskola épületet érinti, általános iskolánkat. Ez egy energetikai korszerűsítés jelent. Nyilván ennek a költséghatékonyság, illetve az önkormányzat részére történő költség megtakarítást fog jelenteni. Itt a könyvtár épületében alakítanak ki egy egészségházat. Az épületben helyet kap majd a házi orvosi, fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat is. A 65 millió forintos fejlesztés, a település fejlesztési operatív program, valamint a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány támogatásával valósul meg, a tervek szerint február végére. Az összes alapfokú egészségügyi ellátásunkat egy épületbe tudjuk elhelyezni. Itt a kivitelezés az a múlt héten elkezdődött. Ennek a beruházásnak bízom benne, hogy február végéig be fogjuk tudni fejezni, és át fogjuk tudni adni ezt a nagyon fontos fejlesztést. Ez azért eszközöket is érint, tehát én azt gondolom, hogy minőségbe, életszínvonalba egy óriásit fog a település előrelépni. Több egyéb fejlesztés is várható a településen a jövőben. Tájházat alakítanak ki, a művelődési ház udvarán pedig egy kávézó kaphat helyet. Az orvosi rendelő jelenlegi helyén pedig szolgálati lakásokat alakítanak ki, így szeretnének vonzóbbá válni a jövőben településre érkező pedagógusok számára. A Gerjenben tanítók zöme ugyanis pár éven belül nyugdíjba vonul. A társasházak tűzvédelmi szabályaival kapcsolatban keresheti fel bárki a katasztrófavédelmi igazgatóságot szombatig a Társasházak napja nevű rendezvénysorozat keretében. A katasztrófavédelmi kampány célja, hogy a szakemberek segítsenek a lakosságnak a szabályok betartásában. Tiltott helyen parkoló autó akadályozta a tűzoltók gyakorlatát egy szekszárdi társasháznál még 2 éve. A bérházakban rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok betartását a hatóságok szakemberei. A tapasztalatok alapján egyre kevesebb gond nehezíti az esetleges beavatkozáskor a tűzoltók dolgát. Például a társasházak lakói már nem pakolnak a menekülési útvonalakba kerékpárokat. Ettől függetlenül még mindig sok a hiányosság. A fő hiányosságok még jelenleg is azok, hogy a villámvédelmi berendezések felülvizsgálata nem megfelelő, a társasházak tűzvédelmi dokumentációi nem megfelelőek, és számos esetben tapasztaltak olyanokat, hogy a tűzoltókészülékek szavatossági ideje az nem megfelelő. Ezek voltak a fő hiányosságok idén. A hasonló hiányosságokkal kapcsolatban tartanak most tájékoztatást a katasztrófavédelmi igazgatóságokon dolgozók szombatig délelőtt 10 és délután 4 óra között. A szakembereket bárki felkereseti, mindenkinek segítenek. Jöhetnek minden olyan érdeklődők, lakástulajdonosok, közös képviselők, akik szeretnék, hogy a lakóingatlanuk egy kicsit biztonságosabb legyen tűzvédelem szempontjából. Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy az otthonában hol helyezhet el rácsot, hol tárolhatja a kerékpárokat, hova tehet szénmonoxid érzékelőt, vagy esetleg milyen tűzoltókészüléket szerezzen be, az nyugodtan jöjjön be. Tolna megyében egyébként idén már több mint 300 tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Halálos tragédia ezek során egyetlen esetben sem történt.
Jelentős drágulás várható a zöldségpiacon, a gyökérzöldségek akár 40-50%-kal, a hagymafélék pedig 30-40%-kal drágulnak a következő időszakban. A drágulás oka, hogy Magyarországon és Európában is nagyon gyenge volt a termés ezekből a zöldségekből, mintegy 20-30%-kal kevesebb termett a megszokottnál, és ez látszódik a termelői és a fogyasztói árakban. A 19. században nem voltak annyira elnyomva a nők Tolna megyében, mint gondolnánk, ez is kiderült a legújabb kutatói munkák eredményeinek bemutatásakor Szekszárdon. A Vosinszky-Mór megyei múzeum a Magyar Tudomány ünnepén már hagyományosan a közönség elé tárja az elmúlt időszak munkásságát. Tolna megye női földbirtokosait vette sorra kutatásában Gázs Zsanna múzeológus. Előadásából kiderült, hogy bizony éltek jelentős vagyonnal bíró nők a 19. század elején Tolna megyében. Egy birtokos nőn, Zámori Magdolnán keresztül került például Miszla a nemeskéri Kis Sándor kezébe. Elmondhatjuk, hogy Kis Sándor nagyon szerencsésen házasodott, mert második felesége az ugyancsak nagyon tekintélyes Daróczi családtagja, Daróczi Zsófia, őneki köszönhetően szerzi meg Paks és Bölcskei részbirtokait. A kutató olyan érdekességekre bukkant, amelyek jelentősen átalakítják a nők társadalmi helyzetéről való vélekedést. Ezek ugyanis száfolják azt, hogy a nők az apjuk vagy éppen a férjüktől fügtek, az ő hatalmuk alatt éltek volna. A 19. század elején például a jelentős vagyonnal rendelkező Perczel Anna egy családos férfival élt együtt, és 9 gyermeket szült neki. Az utóbbi évek kutatásai azonban jelentős mértékben árnyalták ezt a képet. Ma már világosan látszik, hogy a nők nem csak különféle rájuk specifikált jogokkal rendelkeztek, amely védte helyzetüket, de látszik az is, hogy tulajdonjoguk tekintetében is, ha nem is versenyre kertek a férfiakkal, de jelentős birtokállomány volt a kezükben. Több mint 5 éve tart rendezvénysorozatot a Tolna megyei múzeum a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Ilyenkor előadásokat hallhat a nagyérdemű a legújabb kutatói munkák eredményeiről. Idén 10 előadással készültek az intézmény tudományos munkatársai. A múzeum, mint nem csak közgyűjtemény, és nem csak kulturális feladatokat ellátó intézmény, hanem tudományos műhely is, és ennek a letéteményesei a múzeológusok, illetve az ő általuk végzett tudományos munka, erre szeretnénk felhívni a figyelmet. A rendezvény sorozat célja, hogy a tudomány legújabb eredményeit, fogalmait, lehetőségeit, perspektíváit bemutassa a tudomány iránt érdeklődő nagyközönségnek. Három vereségbe szaladt bele az atomerőmű KSC Szekszárd az elmúlt napokban. A női kosárlabda csapat az Európa Kupa szereplés miatt hetente 2-szer lép pályára. Aggodalomra persze még nincs ok, főleg azért, mert az egyik meghatározó külföldiként érkező ausztrál Bishop sérülése miatt még nem igazán mutathatta meg, mit tud, és néhány játékos dobóformája is javulhat az elkövetkező hetekben. Mind a három vereségből egy hét leforgás alatt rámutat arra a problémára, ami már az indulásnál körvonalazódott. Az elmúlt 2 év hazai sikercsapata, az atomerőmű KSC Szekszárd a palánk alatti játékban ennek minden elemében gyengébb lehet korábbi önmagához képest. Részint azért, mert a távozó Krinyis posztjára nem igazolt hasonló szintű játékost a KSC, más típusú, de magas ausztrálról, Bishopról pedig beilleszkedése, illetve sérülése miatt nem derült még ki, mit is tud valójában. A mezőny emberek pedig nem dobnak középtávolról, illetve a hárompontos vonalon túlról olyan jól, amely kompenzálná a palánk alatt bizony hiányzó kosarakat. Mint ahogy kevés volt a Sopron, és a múlt hét közepén a szlovákiai Rózsahegyen lejátszott Európa Kupa mérkőzésen a Ruzsomberok, majd vasárnap este az Alaegerszeg otthonában a bajnokin is, az, hogy csak az amerikai McCall képes ezen a szinten folyamatos jó teljesítményre. Nagyon fárasztó, fáradt már a csapat, és ez a ritmusban, amennyiben játszunk, ez már 3-7 megy, nagyon nehéz. Persze pánikra, komolyabb aggodalomra még semmi ok. Azok a nagy játékosok, akik innét állnak föl, úgyhogy most azt mondhatom mindenkinek, hogy mi a lányok, mindenki azon lesz, hogy innét most felálljunk, és a következő meccseket megnyerjük. Mindjárt hazai pályán, az Európa Kupában lehet javítani a cseh élcsapat a Nymburk ellen. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább.
Külföldről is többen jöttek, teltházzal mentek a szállodák a hosszú hétvégén. Design pályázatot hirdetett a cementgyár, középpontban az épület burkolás. Újra nyertek a pécsi kosaras fiúk, a tabella élére ugrottak. Pécset az aradi vértanúk útján lévő 56-os kopjafánál tartottak megemlékezést és koszorúzást az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 62. évfordulóján a Nemzeti Gyásznapon. Az eseményen részt vett Debreceni László is, akit 1956-ban 5 éves orvostanhallgatóként a Pécsi Egyetemi Ifjúság egyik vezéralakjává emelt a történelem. Debreceni Lászlót a Magyar Érdemrend lovak keresztjével és szabadságdíjjal is kitüntették a közelmúltban. Az Egy medikus barangolásai Börtönországban című könyvében, akárcsak a valóságban, megbocsátással és derűvel néz vissza ifjúságának egész életét meghatározó élményére, az 56-os forradalomra. Olvastam valahol, hogy a győzelem nem csak azt jelenti, hogy felülkerekedünk, hanem hogy megmaradunk, megőrizzük az eszméinket, megőrizzük a hitünket, és fennmaradunk, tovább élünk. És november 4-et tulajdonképpen ezt is üzeni, hogy ugyan 200 000-es hadsereg 4 000 harckocsival letiporhatta az országot, 3 000 halottat hagyva maga mögött. Egy rettenetes megtorlás követte ezt, és még jött 31 nehány év diktatúra, de mégis ma itt vagyunk, egy szabad, független Magyarországként, és talán a hangunk ma hangosabban hallatszik, mint ahogy az a torkunkon kifér. Dizájnterv pályázatot hirdetett a Lafarge Cement Magyarország Kft. A sokszínű fugaformák elnevezésű versenyre képzőművészek, dizájnerek, formatervezők jelentkezését várják. A terveket november 30-áig lehet leadni, a zsűri által a legjobbnak ítélt munkák pedig sorozatgyártásba kerülnek majd. Sokszínű fugaformák címmel dizájnpályázatot hirdetett a királyegyházi Lafarge cementgyár. A pályázat célja a kiírók által előállított anyagok sokszínű felhasználási lehetőségének bemutatása. A tervek beadási határideje november 30-a 12 óra. A beérkezett munkákat a gyár egy együttműködő partnerével közösen bírálja december 7-éig. A tervpályázatra várjuk képzőművészeknek, várjuk formatervezőknek, illetve dizájnereknek az alkotó munkáit. És tulajdonképpen az lenne a lényeg, hogy ezeket a fuga színeket minél innovatívabb módon meg tudjuk mutatni bemutatótermekbe, illetve eladóhelyi terekben, úgy, hogy ezek mutassanak egyfajta innovativitást, illetve design elemként is szolgáljanak ezekbe az eladóterekbe. A nyertesek 2019. januárjában értesülnek majd az eredményekről. A zsűri által leginkább innovatívnak megszavazott tervek ezután sorozatgyártásba kerülnek majd. További részletek és a verseny pontos kiírása a lafarge.hu oldalon olvasható. A hosszú hétvégén több ezren indultak útnak, hogy egy-egy temetőben megemlékezzenek elhunyt szeretteikről, sokan azonban ezt a 4 napot használták ki a pihenésre is. Zamárdiban a kalandpark, Igalban a gyógyfürdő is megtelt kikapcsolódni vágyó családokkal. Átlagosan 3 éjszakát töltöttek a szállodákban, és újdonság, hogy a korábbi évekhez képest 15-20%-kal több külföldi is ebben az időszakban érkezett pihenni. Kérlek szépen a családi egyet, 2 felnőtt, 1 gyerek. Sokan választották kikapcsolódásra az igali gyógyfürdőt a hosszú hétvégén. Temetőjárat is, pihenés is, fürdés is. Az egész országból érkeztek a somogyi gyógyhelyre. Sokan döntöttek úgy minden szentek napján, hogy a gyertyagyújtás és a közös megemlékezés előtt még kikapcsolódnak. Ez a család Párkozdról érkezett. Most itt töltjük ezt a napot, itt megfürödtünk, egy kicsit jól érezzük magunkat, kipihenjük magunkat itt a hosszú hétvégén, és aztán megyünk a temetőbe a szeretteinkhez. Virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, és egy kicsit még kirándulunk majd Kaposváron. Gyerekzsivajtó volt hangos ez a kalandpark Zamárdiban. Ide is sok család érkezett a hétvégén, hogy együtt kapcsolódjanak ki.
Az akadálypályákat és a játékos feladatokat a gyerekek élvezték a legjobban. Nagyon tetszenek az akadályok, és szuper jól érzem magam. A családokat a jó idő is motiválta a kirándulásban. Tapasztalat szerint inkább belföldről érkeznek a vendégek, viszont idén legnagyobb meglepetésünkre legalább a vendégeknek a negyede külföldi, tehát szép számmal megjelentek most a külföldiek is. Ez a zamárdi szálloda is teltházzal üzemelt, de még az utolsó pillanatban is sokan kerestek szabad szobát. A legtöbben 3 éjszakát töltöttek itt el. A szakemberek szerint a szokatlanul meleg időjárásnak is köszönhető, hogy ennyien döntöttek a balatoni pihenés mellett. 12. alkalommal tartottak Mártonnapi bormustrát a Somogy megyei Táskán. A hagyományőrző rendezvényen 24 helyi borosgazda kínálta idei nedűit. A tapasztalatok alapján a 2018-as fehér, rozé és vörös borok kiváló minőségűek lesznek. Lovas kocsikkal indultak a Mártonnapi bormustrára a táskaiak szombaton reggel. A helyi és környékbeli érdeklődők 24 borosgazda kiváló nedűit kóstolhatták meg. Hajdú Tibor kedvenc roziát is bemutatta a nagy közönségnek. Nekem mindenképpen kedvenc fajtám, ez egy kékfrankos rozé, 18-as kékfrankos rozé, és igen, az elmúlt években sikerült egy-két régiós borversenyen jó eredményeket elérnem a korábbi évjáratokkal. A borosgazdák nem csak kiváló borokkal, hanem finom falatokkal is készültek szombaton. A Mártonnapi bormustrát immár 12. alkalommal rendezték meg Táskán. Nem véletlenül hívták életre a rendezvényt, hiszen a borkészítés komoly hagyományokkal bír a településen, mondja Gadányi István polgármester. Próbáljuk azért ezt a társaságot úgy összetartani, hogy érezze mindenki jó magát, és azért jött ide, hogy végül is szórakozzon, egész napját itt eltöltse, és majd a legvégén, amikor majd bevonulunk a sátorba, ott viszont egy liba vacsorát elfogyasszon. És ehhez dukál majd a mindenféle, tehát mindenkori borok, fehér bor, vörös bor. Emellett a termelőket jó tanácsokkal is ellátták annak érdekében, hogy még jobb borokat készíthessenek. A helyi borosgazdák egyébként egyre inkább a minőséget helyezik előtérbe. Az elmúlt években komoly fejlesztések történtek a táskai szőlőhegyen, így a borok egy jelentős része már reduktív technológiával készül, megőrizve ezzel a gyümölcsösséget és frissességet. Újabb győzelmet aratott a pécsi férfi kosárlabda csapat, a fiúk a budapesti Szerkó TF ellen vonultak pályára a hétvégén, a magabiztos védekezés és erős támadójáték meghozta gyümölcsét. Győzelemmel zárult az alapszakasz 6. fordulója a pécsi VSK Veoli a férfi kosárlabda csapata számára. Csirke Ferenc együttese a budapesti Szerkó TF otthonába látogatott a hétvégén. Két negyed után 28-35 volt az állás a pécsiek javára. Az első fél időben ugyan gyengébb támadójátékot mutattak a fiúk, de erős maradt a védelem, így volt miről beszélni a nagy szünetben, mondta a PVSK vezetőedzője. Jól jött a 3. negyed elején az a 2-3-3 pontos, a gyors indítás, a védekezésünk megmaradt. Ugye a TF-nek se estek be a dobásai, és tudtunk könnyű kosarakat dobni, és ugye úgy látom, hogy az azért megtörte őket. Nincsenek is annyian, mint nincs annyi rutinos játékosuk. Nagyon fontos ilyenkor, hogy mennyi rutinos játékosod van, amikor egy ellenfél ellép 8-10 pontra, hogy esetleg vissza tudsz jönni a mérkőzésben. A pécsiek egyik legjobbja Cameron Taylor volt. 20 pontot dobott a mérkőzésen, de a lepattanókat is sorra begyűjtötte az amerikai. A légiósok mellett azonban a fiatalabb generáció is aktívan részt vesz a meccseken, akiknek minél több lehetőséget kell biztosítani, hangsúlyozta Csirke Ferenc. Nekik ugye a fő bajnokságuk a piros csoport, az U20-as bajnokság, és azt, hogy maximálisan teljesítsenek az edzéseken. Ugye itt most azért van 9 olyan játékos, aki így az aktív rotáció tagja, azért 10-11 embert nehéz forgatni. De mondom még egyszer, megpróbáljuk megtalálni nekik is a perceket. A mérkőzés utolsó negyedét a pécsiek magabiztos előnnyel kezdték. Végül 32 pontos különbséggel zárta a PVSK a meccset, 85-53-ra győzték le az egyetemistákat idegenben. Így pillanatnyilag a tabella első helyét foglalják el a fiúk. Legközelebb most csütörtökön játszanak itthon a pécsiek a Szeged gárdája ellen. Végül a legfontosabbak, még egyszer röviden. Új piacokat keresnek, komoly igény mutatkozik a szekszárdi borok iránt Brazíliában. Kafetéria, a szakszervezetek a rendszer átgondolását követelik.
Településfejlesztés, 500 millió forintból javíthatják az életminőséget Gerjenben. Magyar Tudomány ünnepe, Tolna megye érdekességeiről tartottak előadást a múzeológusok. Szerdán reggel sokfelé kell sűrű ködre készülni, de ebben a térségben az élénk délkeleti szél miatt a párásság hamar eloszlik és gyorsan kisüt a nap, eső továbbra sem várható. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!